szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. Csókakön található Fejér megye egyetlen középkori kővára, ami miatt sokan ismerik a települést. Nem meglepő tehát, hogy erre szavaztak könök közül a legtöbben, mint a község legjellemzőbb épített örökségére. Ám ha Csókakönre látogatnak, a váron túl sok minden más is vár még önökre. Csókakő eredetileg nem a település, hanem a vár neve volt. A Virtes-hegység szélén, a 479 méter magas Csókahegy oldalában egy sziklaplatón épült elődítmény első írásos említése a 13. századból való. A vár és a falu története összefort az évszázadok folyamán. Nem csoda hát, hogy Csókakő említésekor mindenkinek ez jut az eszébe. A váron kívül azonban a község látványosságai közé tartoznak a köztéri alkotások is. Többek között a Kárpátokőre, a Horthy szobor, vagy a hazatérő katona szobra is. A környék népszerű a túrázók körében, a településen más útvonalak mellett áthalad az országos kék túra is. És ne feledkezzünk meg a csókakői borról sem. A családunk árpádkori származású, és én azt gondolom, hogy engem a hagyomány is kötelez, hogy itt éljek Csókakön, ilyen gyönyörű vidéken. Elmondhatjuk, hogy az ország legszebb faluja, egyik legszebb faluja Csókakő. 1995-ben kezdtünk el felújítani, illetve megmenteni, kiásni a törmelékből, és most már ott tartunk, hogy van kaputorony, van kápolna a várban, és nagyon sok kiránduló jön és vonz ide. Olyan fantasztikus légköre van ennek a falunak, amit, hogyha én fönt a várba elmesélek, akkor mindenki érzi azt, amit én érzek. Tehát át tudom adni azt az élményt, amit kapok az egész falutól. Jó bor, tüzes bor, élvezhető bor. Hát ez az, ami a mi kis hírességünk itt Csókakön. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni.